Az első két meccsen úgy szenvedett vereséget a Kisvárda, hogy a játékkal nem volt probléma, így a szurkolók abban bíztak, hogy a harmadik meccsen már pontokat is szerez a csapat. Az első negyed óra végén megszerezte a vezetést a házigazda, erős baloldali szabadrugása után Costa fejállt a szegedi kapuba. A 34. percben ismét erős állt a labda mögé, és beadása után Vári fejjel duplázta meg a hazai előnyt. A szünet után sem változott a játék képe, a hazaiak magabiztosan futballoztak, és az 54. percben újabb gólt szereztek. A koreográfia nem változott, erős szabadrugás után Vári fejjel volt eredményes. A hosszabbítás első percében tette fel az ira pontot a Kisvárda, Molnárt vágták fel a 16-oson belül, a büntetőt pedig a csereként beállt, a Rajci értékesítette. Tudtuk, hogy az ellenfél középpályáját át kell valahogyan játszanunk, nem a lapos passzokkal próbálkoztunk, hanem a felévelésekkel. Ebből adódóan elég sok szabálytalanságot sikerült kiharcolni, pontrugásokat az ő 16-osuk környékén. Igazából attól is tartottam, hogy azért lényegesen magasabb játékosok alkották az ellenfél kezdő 11-ét, mint a miénket. Ennek ellenére 3 pontrugásból 3 fejes gól született, úgyhogy ez mindenféleképpen a srácoknak az érdeme. A Szeged edzője szerint játékosai rossz felfogásban futballoztak, és ez vezetett a vereségükhöz. Az agresszivitást kevertük össze, mert nem a 16-os környékén kellett volna oly agresszív lenni, hogy szabadrugásokat harcoljon ki az ellenfél, hanem a 16-oson belül a testi kontaktus ezeknél a pontrugásoknál. És hát sajnos volt, aki ugye a földről fejelt a gólt, nem is kellett felugrani, hát ezek a párharcokban ma alul maradtunk. A két gólos Vári Barnabás örült annak, hogy a Kisvárda akarata érvényesült a pályán. A harcos meccs, ahogy vártuk is igazából. Hát próbáltunk mi is hosszú labdákkal dominálni, megcsúsztatott labdákra beérni a kapu elé. Hát mind a 3 gólunk pontrugásból, illetve a negyedik az 11-esből, úgyhogy örülünk neki. Reméljük, hogy folytatásban lesz az akcióból is. A forduló további eredményei: Balmazújváros, Dunaújváros 3-1, Szigetszentmiklós, Szolnok 2-3, Budaörs-Sopron 3-2, Ajka-Csákvár 0-1, Siófok-Vác 2-0, Mezőkövesd, Zalaegerszeg 2-0 és Siófok-Girmót 0-3. 3 forduló után a Csákvár és a Szolnok 100%-os az NB2-ben, a Sopron, a Vác és a Soroksár pedig még nem szerzett pontot. A 3 pontos Kisvárda Mastergood a 11. helyen várja a Siófok szombati vendégjátékát.